Ne legyenek kétségeink, a gyöngyöspatai romák mögött is a soros hálózat politikai és pénzügyi manipulációja áll. A helyi romákat egy soros által pénzelt szervezet hangolta fel és uszította. És ez a soros alapítvány által finanszírozott esélyt a hátrányos helyzetű gyermekeknek alapítvány indította el a pert a magyar állam ellen is. Ez a soros szervezet perelte ki az államból és az önkormányzatból az iskolai szegregációra hivatkozva azt a 100 millió forintot, melyet a helyi roma családoknak kellene kifizetni. Valójában ez az ügy nem szól másról, mint a soros hálózat újabb politikai és pénzügyi manipulációjáról. Hiszen a pénzért és a hatalomért még arra is képesek, hogy egy település életét teljesen felborítsák és iszonyatos feszültségeket keltsenek. Az ügy pikantériája, hogy a gyöngyöspatai gyerekek elkülönítése 2004-ben kezdődött egyébként a Gyurcsány kormányzat alatt, és egészen zavartalanul folytatódott a teljes szocialista liberális kormányzás idején. A szegregációt pedig az iskolában egyébként a Fidesz-KDNP kormányzás alatt szüntették meg. Pontosan tudjuk, hogy a soros hálózat valódi célja a hatalomszerzés, és hogy a saját bábjait ültesse Magyarország élére. Ezért is sorra gyártják az ügyeket Magyarország ellen, melyekre hivatkozva az uniós és a nemzetközi fórumokon is elmondhatják, hogy hazánk nem jogállam. Másrészt ez az egész a pénzről is szól, és egy újabb pénzzsaroló akciót jelent. A soros szervezetek futószalagon indítják a pereket a magyar állam ellen, milliárdokat perelnek ki és tesznek zsebre.